Úgy tűnik, hogy a kormány nem követi a közpénzekből finanszírozott szerződések közzétételére vonatkozó átláthatósági szabályokat, hogyha olyan tanácsadói szerződésekről van szó, amiket a kormány a haveri személyek érdekeltségei kaptak. Akár több 10 millió forintos értékű tanácsadói szerződést kapott a közelmúltban értesüléseink szerint Fellegi Tamás érdekeltsége a Euro Atlantic Kft., Schillinger Erzsébet érdekeltsége a Gate Open Kft., és Törcsi Péter érdekeltsége, a Klavis Consulting Kft. Ebből a három szeméből az egyik miniszter volt, a másik korábbi miniszterelnökségi sajtófőnök, a harmadik volt KDNP és országgyűlési képviselő és a kormány kormányközeli jellemzőintézet, az Alapjogokért Központ kutatási igazgatója. Ezeket a szerződéseket ugyanis hiába kerestük, nem találtuk meg a kormány által közétett közérdekű adatokban található szerződés listákban az érintett minisztériumok, vagyis a miniszterelnökség és az Innovációs és Technológiai Minisztérium nem válaszoltak az ezzel kapcsolatos kérdéseinkre. Ha érdekel a téma, olvasd el cikkünket az átlátszó.hu-n.